fiatal egyetemi hallgatók munkái is láthatók itt, mint például a Győri Széchenyi István Egyetem egyik tervező grafika mesterképzésre járó művészjelöltjé is. Hát a plakátban főként a tipográfiával foglalkoztam, mert nekünk ebben a fél évben nagyon hangsúlyos szerepet játszik ugye a betű és a könyv is egész a betűtervezés például, és a felhívásban pedig szerepelt, hogy a mozgás köré kellene fonni ezt az egész plakátügyet, és így gondoltam vele, hogy egy ilyen szemvizsgáló plakát, amit a szemésznél is láthatunk, hogy az, ha esetleg megmozd és elhomályosodik, és kiugranak a betűk a térbe, és igazából elgondolkodunk, hogy akkor nem is a mi szemünk a rossz, hanem ez tényleg mozog, vagy hogy mi történik, és hogy ebben a mai inger gazdag világban, ahol a mesterséges intelligencia és ezek is keverenek és bejönnek a médiába, hogy ott hihetünk egyetlen a saját szemünknek. Egy másik grafika szakos hallgató már a PTM művészeti karának negyedévese. A feladatot filozófiai módon próbálta megközelíteni. A mozgás, mint filozófiai témakörre próbáltam keresni idézeteket, és ez alapján válogattam össze ezt a plakátot, és terveztem meg. Boskovics Oszkár volt a konzulensem, és digitális vektorgrafikával készült a plakát. Mindig szerettem dolgokat illusztrálni, illetve megadni az arculatát különböző brendeknek, illetve csak mindig megfogtak ezek a vizuális külső élmények, és úgy éreztem, hogy ezen keresztül tudom a legjobban kifejezni saját magamat. A Grafik Pécs 2022 a Pécsi Galéria korábbi Plakátok Poszter című nemzetközi plakát kiállításainak hagyományát folytatja a két éves ciklusokban megrendezendő tematikus fesztiválokkal. Az idei eseményen a főszerep a plakátok és a tervező grafikai műfajként kevéssé ismert mozgó animációké, mint a film főcímeké, a televíziós inzerteké lesz. Czalkó Zsolt fotóval és grafikával foglalkozott, azt mondja, ebbe ő belesodródott és beleszeretett. Egyik munka hozta a másikat, úgy tűnt, hogy amit készítek, az tetszik az embereknek, így hozta egyik munka tulajdonképpen a másikat, és így összejött egy csokorra való, ami most itt előkerült 25 év mélységből, tehát tényleg 1997 és mit tudom én, 2010 közti időszakról van szó. Nekem is nagyon fura ezt most így egyben látni. Múltba való kalandozás, emlékeket ébresztő nosztalgikus érzések elevenednek fel az alkotóban ilyenkor. Olyan mindez, mint egy időutazás, amikor dolgozik Czalkó Zsolt. Egyrészt tudom, hogy melyik hogy készül, tudom, hogy milyen gondolatok vannak mögötte. Emlékszem arra a Czalkó Zsoltra, aki 25 évvel ezelőtt voltam. Nyilvánvalóan ma már természetszerűleg más csinálok, de ezek ugyanúgy benne vannak a mai munkáimban is, vagy ott vannak mögöttük, hisz ez is én vagyok. A fesztivál a francia Michel Bouvet, a kiállítás kurátora, és Fekete Valéria, a Pécsi Galériák művészeti vezetője közös ötlete nyomán valósult meg. Meg akartuk mutatni a minőségét, a változatosságát a plakátoknak, akár a technika, akár a téma, vagy a különböző országok szerint. A kiállítás alapja az én gyűjteményem, amit a különböző tárlatok során 40 év alatt gyűjtöttem össze. Majd munkatársaimmal kiválasztottuk azokat az országokat, melyek még hiányoznak a grafikusokkal együtt. Ezek olyan művészek voltak, akik szívesen megmutatnák munkáikat. Röviden annyi, hogy a bázis az egy magángyűjtemény, ami ki lett mostanra egészítve egy szelekcióval. A plakát, a grafika műfaja általában, de a plakát különösen nagyon, nagyon nagy kedvence a közönségnek. És Michel Bouvet-val én már több éve dolgozom együtt, itt Pécsett is és máshol is.
és azt láttam, hogy ezek a nagy kiállítások és a nagy rendezvények, például Lengyelországban, vagy Franciaországban, Esirolban elképesztően látványosak, izgalmasak, és nagyon megmozgatják azokat a helyeket, kisebb városokról van itt szó egyébként, vagy olyan nagyvárosról, mint Varsó, de mondjuk Franciaországban egy kisebb városról, a svájci határ mellett, ami 30 éven át Michel Bouvet művészeti irányításával fantasztikusan izgalmas fesztiválokat csinált. És amikor ott jártam, akkor már gondoltam arra, hogy milyen jó lenne, ha egyszer itthon is lehetne egy ilyet csinálni. És mivel tavaly a Fiesta Grafikán dolgoztunk együtt a Michelékkel, akkor annak az apropóján és lényegében a kiállítás zárás ürügyén, amikor itt volt és tartott egy tárlatvezetést, akkor fogalmaztuk meg, hogy mennyire jó lenne kipróbálni, hogy működik ebben a városban, ahol egyébként a grafikának hagyománya van, hiszen Pincei Sándor galéria vezetőként anno 22 éven át számtalan grafikai kiállítást rendezett, egyéni csoportos kiállításokat, illetve 16 éven keresztül rendezte meg a Plakátok Posters kiállítást, két évente, kvázi egy kicsit ilyen biennálé-szerűen. A fesztiválon 50 ország ismert tervező grafikusainak alkotásai mellett 5 külföldi és 5 magyar egyetem grafika szakos hallgatóinak munkáival is megismerkedhetnek az érdeklődők november 10-e és 20-a között.